Üdvözlök mindenkit, Nekrokrim vagyok. Jöjjön, hogyan játszunk Heróval, mint ahogy ezt meg is ígértem a Heró bemutatóban. Ebben a videóban egy kicsit ugye jobban belemegyünk a Heróba, a játékstílusba és modolásba. Úgyhogy a modolások, amiket be fogok itt mutatni, mint ahogy ezt szoktam mondani, minden videóban, az én stílusomat képviselik, ahogy én játszom azzal a Warframe-mel aki szeretné, az megfogadja, aki szeretné átalakítja, mindenki úgy modol a, a, a saját warframe hogy ahogy neki tetszik, úgy neki tetszik, mindegyik uh, jól fog szolgálni, biztos vagyok benne, és egy biztos, hogy a Heróra sok-sok fajta modolás um, fog létezni, ami amit én szoktam csinálni, hogy én szoktam felfedezni, hogy mik a Warframe, nem is a Warframe gyengé, hanem mik a gyengém azzal az adott warframe hogy többnyire nulla modok nélkül, tehát Franco nulla modok nélkül viszem be először játszani, tehát semmiféle modot nem viszek be, hogy lássam, hogy ha mindene ki van egyenlítve, hol merülnek fel gondok, és a, attól, a perctől nézve, hogy, hogy gyakorlatilag meddig bírok bemaradni egy Survivor-on, egy defense egy excavation -on, valami, úgy az alapján kezdem el felépíteni a Warframe-et, és ez az, ami visszatükrözi az én stílusomat. Tehát például, mondnak itt egy példát, Nekem nem biztos, hogy kell annyi idő, hogy reagáljak eseményekre, mint mondjuk másnak kell annyi idő reggel, eseményekre, ezért például egyes warframe mások több időt adnak, lehet, hogy én kevesebbet vagy épp fordítva, tehát mindig úgy bízelem ki a Warframe-eimet, hogy, hogy mik az én gyengém és hogy mennyi mindenre tudok én figyelni a bazalót. Küldetés, küldetésekben, úgyhogy háromfajta bildet fogtok tulajdonképpen látni majd. Uh, Hero-val is így voltam, tényleg az elmúlt időben csak-csak vele játszottam, és elég sokat játszottam, és igyekeztem, tényleg felfedezni az én jegémet. Tudnotok kell róla, rólam, hogy én többnyire egy lusta Warframe játékos vagyok, szóval uh, szeretem a könnyű warframe de a nehéz Warframe-ekből is szeretek uh, könnyű Warframe-eket hogy ne kelljen feltétlenül um, folyamatosan a képesség kapcsolásra uh, figyelni, hanem, hanem úgy élvezem a játékot, tudja kiosztani damage-et. Még ha egy support warframe-mel is vagyok, egy kicsit lustácska vagyok, tehát igyekszek uh, minél kevesebb képesség kombinációt használni, és uh, um, Herónál én magam E felé irányultam, tehát én nagyon nagy potenciát fedeztem fel az egyes képességében, mint tömegszabályozás, és háromfajta bildet hoztam létre, egy Survivor-t, és megint el fogom mondani egy pár videóval, tehát Survivor-t, és azt mondom, hogy ez a karakter nem feltétlenül az a karakter, amit survivor érdemes elvinni, mert öm, hát nem feltétlenül az a karakter. Tehát a, nálam magamnál azt vettem észre, hogy most, hogy ugye például egy tonkort vagy nörfölték, és le lőni magad vele, így ö, egy kicsit macerámnak tűnt hatalmas tömegeket gyorsan elintézni, fenntartani a life supportot és a többi, tehát a, nem feltétlenül a hero lesz az. Um, ami egy survivornél uh, tökéletesen helyt fog állni, ám viszont egy defense excavation, mobile defense, bármi, uh, bármi más, ami ahol egy support um, szerepét, egy tömegszabályozó szerepét fel tudja venni, uh, ott egyszerűen elképesztő módú csapat segítség tud lenni, és a bilgeim természetesen azért nem szoktam feladni, aki néző videó, nem szoktam felelni, tehát mindig egy kicsit igyekszem eltolni abba az irányba az adott ami amiben nem feltétlenül való, és ezért létrehoztam egy Survivor bildet is, ami elég kinkeserves volt. Egy, egy jó tanás, tényleg érdemes úgy herót formázni, hogy végig gondolod nagyon, hogy, hogy mibe és hova raksz formát, Survivor-en egy olyan stílusban használtam a herót, hogy az egyes képessége volt a fő képesség, tehát le, igyekeztem leláncolni és minél gyorsabban kiírteni az enemiket. Nagyon-nagyon-nagyon használt vettem egy Radiation-el ellátott uh, fegyvernek, mivel hogy, uh, hogyha a láncok feloldottak az enemikről, akkor konkrétan egymásnak estek helyből, és nem nekem estek, így a figyelmemet tudtam koncentrálni az újfajta Um, enemikre, de egyben ugye a hátrány is volt, mert nem mindig volt egy adott idő után, nem mindig volt idő megölni az enemiket, és ezért a live supportot elég nehéz volt fenntartani, viszont tömegszabályozás terén teljes mértékben ki tudott emelkedni. Uh, és ezért, ezért, sajnálom most ebben az esetben egy kicsit a tonkort, mert ugye, hogyha az egyest elkapcsolnám, tonkorral közéjük lősz, és egy nyílt terepen ezt még mindig el lehet játszani, ahol nem feltétlenül ölöd meg magad a tonkorra, például, elkapcsol az egyes közéjük lősz, helyből sokan meghalnak, tehát nem kell a, a sorozatokat lőni, mint egy gépfegyverrel, szomával, vagy akármi más, az azokat lőni, amíg meghal, hanem egy-két golyó max, és bum és akkor van life support tömegivel, szóval ez, ez, ez lett volna. Nagyon sajnálom azt, hogy az egyes képessége nem nyitja meg finisherre az enemiket, sokkal, de sokkal másabb munka lenne dolgozni heróval. Szóval a, a, amit szoktam csinálni, hogy egy ilyen képesség sorrendiséget vegyünk, akkor fogom a egyes képesség, egy képességet használom legtöbbször, de amint bekapom az első komolyabb hiteket, tehát lemegy a shieldem, egy kicsit már elkapcsolom az ultit, hogy akkor védelem legyen, utána rákapcsolok a kettessel, és uh, miközben lejár az ultim, akkor a kettesre igyekszem pótolni az életet, amit esetleg lelőhetnek a későbbiekben, miközben ugye az egyest újra uh, használom, és akkor sikerül felépíteni újra azt a shieldet, amire szükség van. Tehát ez, ez a módsz, ezt a módszert követtem um, Survivor-ben, és uh, beválni látszott a problémám, ahol akadt a magasabb szintű ennemiknél az um, az volt, hogy ugye az mivel, hogy van némi idő rárakva az ultira, mm. uh, sokszor uh, volt olyan, hogy... Um meglőttek, elultiztam magam, megmentettem magam, kettesre visszélpítettem az életet, sílet, stb. De sokszor kaptam be olyan halálos lövést, és kapcsoltam volna el az ultit, de még mindig tartotta a, bonus bónusz is tulajdonképpen az ultinak, tehát az az idő még nem járt le. Úgyhogy olyankor nagy masszív menekülésbe kell fogni, amíg találsz egy nyugodt spotot, ahol fel kapcsolni az ultidat. De mint mondtam, nagyon-nagyon dolgozni kell vele survivoron, hogy életbe tarts magad, nem feltétlenül. Tehát egy lustrább játékosnak, mint én például, nem feltétlenül ez az igazi. Ami a defense illeti nagyon egyszerű dolgod van, tehát két út van defense amit elvihetsz. Azt hiszem az egyik az a tömegszabályozó szerepe, ami, ami szerint a nagyobbi levelökön jön ki, tehát a nagyobb levelökön, és a, a buffer szerepe tulajdonképpen. Tehát vagy azt csinálod, hogy Uh, amikor elértek oda az istentelen 80. véviv, akkor jaj, de jó, hogy itt a heró, mert mindenkit leláncol a francba, és van idő megölni mindenkit. Nem baj, nem ad akkor a buffot, de legalább mindenkit leláncol. Uh, és van az a, na most kell egy heró, aki megbuffolja úgy istentelenül mondjuk azt a mesát, hogy ledarál mindenkit, akármilyen szinten. szól. Uh, bármelyik utat választod, azt hiszem rosszul heróval nem játszhatsz, és minden uh, esetben azt hiszem a csapat hálás lesz azért, hogy tud őket menti, nem tud menteni, tehát a legjobb, legjobb a küldetés típus, amire a herót el lehet vinni, az azt hiszem maguk a, a defenzívebb küldetések, ahol igazán egy csapatra tud ő figyelni, és vigyázni, és buffolni, és a többi Nos, ezt nézve, jöjjenek a modolások, amiket én kitaláltam még egyszer mondom, mindenki úgy modol, ahogy neki tetszik Nos, ami Hero modulását illeti, három úton indultam el, illetve három fajta modolást szeretnék bemutatni. Egyik, ami kifejezetten így survivorre van, de kihangsúlyozom, hogy ez nem az a karakter, amit survivorre viszel. Viszont ám, hogyha tegyük fel, úgy, uh, elfelejtettem hozni a jó modolásomat. Akkor, ú, uh, nem baj ez is jó lesz, mert ez a modolás éppen teljesen megfelel. Van egy, ami a defenzívebb küldetésekre van, de nem a buffer változat, hanem inkább a tömegszabályozó változat. Tehát, hogyha egy defenze vagy mondjuk egy excavation-ön kell a tömegszabályozás, akkor van egy olyan, amit arra csináltam és van egy olyan, ami mondjuk egy ilyen defenzen, az a kifejezett buffer, ami a csapatot erősíti és ügyileg. Nos, vágjunk bele, és közben elmondom, hogy mit, hogyan és merre gondoltam ki. Első build, na igen, ő lenne a survivor build. Igazából, mint mondom még egyszer, nem az a karakter, amit feltétlenül Survivor-re viszed. A nagyon ajánlatos hozzá egy Arcane Energize, már akinek van, az egyik legdrágább Arcane, szóval nem biztos, hogy mindenkinek van, ezért is Energy Siphon és Arcane Guardian-t raktam hozzá, mivel nincs -e. ha, ha lenne egy Energizom, akkor valószínűleg azzal mennék, nem guardian nem. Nos, a következő a dolog, amint látjátok, egy kicsit survivor berendezkedett build, Red Direction, egyértelmű Vitality, egyértelmű Quick Thinking, Rage, kombinációja, habár ha bár, ha bár eh, nagyon erősen gondolkodom azon, hogy a quick thinking-et lecserélem steel fiber-re, ez még elválik, eh, még úgy tesztelgetem, nem vagy ketsz. egyszerűen azért mondom ezt, mert amikor mindig megkaptam azt a halálos lövést azon a bizonyos szinten, akkor, ehm, a quick thinking ugye egy kicsit így meginog a karakter, csak valamit nem tudom, lehet, hogy változtattak az elmúlt időben a quick thinking-en, nem követtem figyelemmel, nagyon meginog, és nagyon nehezen reagál a következő lépése. tehát valahol megment a halálos lövéstől, de ha nem ad időt reagálni arra, hogy újra megmozduljon a karakter, akkor elég nehezen tud magad kimenteni, de ez, ez lehet, hogy csak meg kell szokni, vagy, vagy nem tudom, mert ezt például az excalibur annyira nem tapasztaltam, de ő egy másik fajta kardozós karakter, tehát inkább egy survivor karakter, de a quick thinking tény és való, hogy azért megmentett egy párszor attól bizonyos lövéstől, és ezzel egyenértékbe a rage, amit majdnem biztos, hogy nem fogtok látni egy buildben sem, a rage az pont azért van, hogy amikor a quick thinking bekapja a halálos lövést, még éppen van annyi energiám a rage miatt, hogy el tudjam ultizni magamat, és akkor miközben elultizom magamat, bekapcsolom a kettest, és ha, ha van némi shieldem, bekapcsolom a kettest, teljesen minőményi shieldem van, és akkor elkezdem feltölteni az életemet azon rövid idő alatt, amíg tartani tud az ulti. Prime Flow, Streamline, hogy legyen némi effektivitás, Zenurikot használok, szóval nem akad gondom energia szinten, amint a Zenurikot zenúrik, elkapcsoltam, mert akkor az Energy Siphon és a Streamline teljes mértékben jól tette a dolgát, continuity, hogy fenntartsam egy kicsit azt az időt. Na most ezzel a build összesítve, úgy minden adatán erősít egy kicsit az ember. Az ulti is ott van, hogyha nagyon szükség lenne rá, de az ulti inkább az a... az a dolog, ami kihúz a csávából, hogyha úgy adódik. Tehát legvégső esetben című történet használni nem kifejezetten azért, hogy demidzseljek. Na most hozzátéve ehhez az egyik legjobb fegyver, amivel én menni tudtam, hogyha survivor volt szó, és az az új fegyver, a scorch. Uh, erre én ezt a fajta damage hoztam ki: Viral, Radiation, Corrosive, egyszerűen fantasztikusan működtek. De az, hogy a Survivor, Radiation-el elkezdték egymás lőni, és én közben az egyesre le tudtam őket kötni, uh, az egy nagyon-nagyon-nagyon jó dolog volt, és az egyes képességére nagyon-nagyon lehet számítani um, ezzel a bildel. Továbbá egy a kard, ami a kardot illeti bármit visztek jó neki, de nem árt azért, nem árt, ha ott van az a, a bizonyos life strike, hogy a, a base esetére feltöltsön, hogy a ketteset nem tudod használni. Nagyjából, nagyjából, ez lenne. Ez egy ilyen, úgy, a herohoz képest, tehát hogy nem egy survivor karakterhoz képest, ahogyan helyt tudtam állni vele egy survivoron, az az nagyon elfogadható és nagyon helyén való, és hogyha netán elfelejteném azt, hogy úr, elfelejtettem hozni ezt a bildet, azt a bildet, akkor nincs pánik, mert adataiban nem vészesen e, rossz. Tehát nem baj az, hogyha elfelejtettem váltani mondjuk a bufferre, e, hogy így mondjam, mert, mert 100% erőse olyan rossz a herónak. E, nos, a következő build az nem egy buffer build, hanem inkább crowd control build, és az egész rám rámegy a range-re, és a efficient, hát bocsánat, range és idő, tehát hogy egyes képesség nagyon-nagyon távol menjen, nagyon hatékony, tehát tényleg nagy, nagyon távolra megy, és az, hogy nagyon távolra megy, nagyon sok enemit befog az úton, és akkor egy nagyon hatékony fegyverrel, például, tehát ez a build, én ezt nagyon-nagyon-nagyon jól tudtam használni, Excavation-on, Hierakonon például, tehát az, hogy, hogy így megállítottam egy nagyon nagy valag enemit, és közé tudtam lőni egy zarral, egy tonkorral, vagy akármivel, tehát még nem is az volt, hogy le, leölöm magam a tonkora, vagy a zarra, mert távolra befogom őket, és távolra lövök a fegyverekkel, így aztán nagyon hatékonynak, tehát nagyon hatékonynak bizonyult, ezt tényleg ajánlom mindenkinek szeretettel. Természetesen egy Zenurik iskolával uh, hozzá kísérve, és akinek nincs energia, ez akkor a korrozi fejet inkább egy Energy siphon azt tudom mondani. Uh, intensify helyére, tehát ha akarjátok, tehát ez rajtadok, Intensify helyére uh, még rakhattok esetleg egy Fleeting expertise ezzel még jobban növelve az effektivitást. Uh, még jobban növeljtek az effektivitást, akkor többször tudtok egyesezni. De amint a zenurikot, ha sikerül bekapcsolni, ha maxos a zenurik energia uh, energy uh, visszatöltése, akkor nem, nem igazán, le, de igazából nem lesz gondotok vele, legalábbis nekem nem volt vele gondom. Össze-vissza tudtam egyes, 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 és uh, csak akkor használtam uh, a, kettes, kettest, hogyha láttam, hogy egy társam nagyon nagy bajba van. Tehát inkább a tömegszabályozós része a jobb sem, mint az, hogy mondjuk visszatöltsön életet, vagy valami értelmszerűen mínusz erővel, mínusz strengsel uh, nagy hasznát nem veszi a buffőinak, de amikor ott mikor szükség van rá, ha tudsz annyi felé figyelni, akkor igen, meg, igenis meg tudod menteni vele a társadat, ha tudsz ennyi felé figyelni. Uh, a harmadik um, bildem az, az, az semmi extra, az buff. Tehát arról szó, uh, Hero kiugrik az enemy közé, elkapcsolja az ultiát, és elnyel annyi damage amennyit csak tud, és azt visszaforgatja a társaknak, és voilà, Sefini. Ez mondjuk egy ilyen klasszikus csapatra lehet levonatkoztatni, ahol van egy Trinity, van egy Frost, és uh, egy damage plusz te a hero -val. És, és akkor teljes mértékben másról nem szól, csak erőről és időről, hogy az minél hosszabb ideig tartson, és hogy Hero el tudjon nyelni sok-sok damage-et minél hosszabb ideig, és azt visszaforgassa minél hosszabb ideig, és miközben vissza van forgatva, hogy ott van a Frost Bubi mellett, a Trinity esetleg fenntartja az életét, stb. mindig van energiája, már 70%-os efficiency ha csak nincs egy... Um, um, Energized, arken Energizod, még a zenurikkal is nagyon-nagyon nagy kihívás fenntartani e, azt a bizonyos. Tehát itt, mint látjátok, nem is arra fókuszáltam, hogy egyes, vagy hogy fölépítse a shieldet, vagy valami, hanem arra, hogy ulti. Ulti és kész. Corrosive Projection, hogy a csapatra rá is segítsen egy kicsit, hogy debuffolja az enemit, hogyha másnak nincs corrosive projection, nekem legyen legalább. És el, el van intézve. Nos, srácok, nagyjából ezek, ezek lettek volna, és ezeket tényleg sok időt játszottam, hogy kitapasztaljam, és uh, annak ellenére, hogy mit, mit sejtett a karakter, hogy hogy érdemes bildelni, uh, mindig én is mindig először megpróbálok rámenni a standard bildekre, aztán rájövök, hogy nekem a játék stílusomnak nem feltétlenül um, felel meg, így aztán mindig úgy alakítom a bildeket, hogy, hogy nekem feleljen meg. Azt tennem, hogy én a lustább fajta Warframe játékos vagyok, aki inkább a kényelmes karaktereket szereti, és ezért is fókuszáltam az egyes build, illetve a kettes buildnél az egyes képesség használatára. Tulajdonképpen tehát az, az legyen a fő képességem, és gyakorlatilag csak így kényelmesen puff, egy egyes közéjük lövök, tehát több több munkát tudok ellátni, tömegszabályozás terén, mert könnyebb és esetleg a figyelmet is jobban meg tudom azt mondani, mint hogy folyton, arra, a, folyton az összes képességembe legyen kapcsolva. Ráadásul a kettes képesség ugye most kapott egy nörföt, hogy csak 60 másodpercig tart, ami nekem annyira nem tetszik, tehát tetszett, hogy fel tudtam építeni 2-300 másodpercig a kettes, és akkor egy jó ideig nem volt vele semmi gond, csak lőttem-lőttem, mint az őrület, de sajnos megkapta a 60 másodperces nörföt, és ez annyira, annyira nem pálya. Nos, ez, ez mindez hozzáteszem, mindenki úgy mondol, ahogy neki tetszik, ahogy ő szereti, az a saját játék stílusára és uh, ja, azt, azt annyit mondok, hogy azért a négy forma formint valószínű, hogy el kell, de nagyon gondoljátok meg, mielőtt formáztok, uh, hogy um, merre, hogy milyen jelre formáztok, mert. Kikkel tapasztaljátok ezt a karaktert, tehát el kell menjetek játszani vele, és meg kell nézzétek nekik, hogy ne, magadnak, hogy mennyi idő elég, és uh, mennyi idő um, kell neked ahhoz, hogy reagálj dolgokra, ezáltal változtatsz az időbeállításain, mennyi terület kell neki, én például kifejezetten úgy vettem észre, hogy az egyesek nagyon-nagyon jó jön, hogyha egy nagy, nagy területen megy végig, Uh, főleg ilyen uh, motokon tehát a szóval, lő, lő az enem elég jó, hogyha az egyes nagyon távolra megy és sok-sok enemit be tud fogni hogy ne tudjanak rád lőni tehát ilyen uh, mindenki így, így eldönti kinek mi a játék stílusa, és azt hiszem 600 féle build lesz erre a karakterre tényleg, ahogy mondtam a bemutató videóban is, úgyhogy uh, hát ja, sok sikert srácok, én ezzel a, ezzel a három build -e teljesen elégedett vagyok engem nagyon jó szolgálna um, és hát igen Ennyi lett hát volna. Köszönöm a figyelmet, ha tetszett a videó, dobj a lájkot, iratkozz fel, következő videóig, sziasztok!